Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő! Gyönyörű reggelt kívánok Isten népe! Nagyon örülök, hogy Isten igényével kezditek a napot. Izrael népe is a mennyei mannát reggel tudta összeszedni, és legyen ige közösséged, legyen az Úrral egy közösséged már reggel, és ez olyan muníciót ad neked, ami egész napra kitart. Uram, köszönöm a te kegyelmedet, a te jóságodat, Uram, megáldom a te népedet. Köszönjük, Uram, hogy veled kezdhetjük, veled végezhetjük a napot, mert te vagy mindennek az alfa és az omegája. A kezdet és a vég is rajtad nélkül, rajtad kívül nincs más Isten, a mennyen földön és föld alatt. Köszönöm, Uram, és így hirdetjük ki Jézus nevét, Jézus Krisztus hatalmát és uralmát, minden betegség, minden betegség tünet, minden hazugság és varázslás felett, és megtörik minden hazugság, minden elmebeli magaslat, minden betegség tünet erre a névre meghajlik minden tér ma is, a mennyben, a földön és a föld alatt. És így szólok békességet a szívedbe, az elmédbe. Vég az aggodalomnak és a félelemnek. Jön az Istennek a békessége, amely minden értelmet felülhalad, és ez megőrzi a szívedet, és a gondolataidat Jézus Krisztusba. A mai rabszódi címe a Szent Szellem benned. Ki a Szent Szellem? Azt mondta Jézus, jobb nektek, hogy én elmegyek, mert elküldöm az allosz parakletoszt, ugyanabból a fajtából egy másikat. Mit jelent a parakletos szó? Bátorító, tanácsadó, vigasztaló, aki mellettünk áll, az ügyvédünk. Tudod, azt is jelenti, hogy ügyvéd akármennyire meglepő ez a címe a Szent Szellemnek. Mert tudod, azt mondja ez hogy az atyafiak vádlója vádolja az atyafiakat, vádolja Istennek a népét éjjel és nappal. Sátán azt csinálja, hogy provokál téged, hogy bűnt köves el. És miután kiprovokálta, hogy a kísértésre negatívan reagálj, azt akar, hogy elbuktasson. Ugye Jézust is el akarta buktatni a 40 napos bőti időszakában, és ugyanígy téged is el akar buktatni az élet területein. Aztán pedig kárhoztatni akar. És a Szent Szellem, mivel tudja, hogy hogy az ellenség vádolni fog és kárhoztatni, mert egész éjjel nappal ezt csinálja, hogy vádolja és kárhoztatja az atyafiakat. Ezért a Szent Szellem ő a mi védő ügyvédünk, aki mellettünk áll és aki védelmez minket az ellenség elleni kárhoztatásban. Úgyhogy ő te a te vigasztalód, a tanácsadód, a védő ügyvéded aki mellette áll a gyámolítod, a legjobb barátod. Tudod, a Szent Szellem nélkül egy halott vallás a kereszténység. Ahol nincs ott a Szent Szellem, ott nincs ott Isten sem, mert a Szent Szellem az Istenség egyetlen személye itt a Földön. Hogyha ő nincs ott valahol, akkor igazából az Istenség egyetlen személye nincs ott azon a helyen. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az ő személyét elismerd, az ő személyét. Felismerd, és az ő személye fontos legyen a te életedben. Tiszteld őt, és szeres őt. János 14 16, 17 És én kérem az atyát, és más végasztalút ádnéktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a szellemét, akit a világ nem fogadhat be. Mert nem láthatja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Kisfiúként mi alatt felnőttem, telve voltam félelemmel. Minden megváltozott, amikor részesültem a Szent Szellemben. Az összes bennem lévő félelem leállt és eltöröltetett. Elkezdtem tanítani Isten igét, és ezáltal felbátorodtam. A Szent Szellem kielentést adott nekem, tanítóm lett, és elkezdtem, elkezdett vezetni és irányítani engem elkezdtem megmutatni, hogy mit kell tennem, hogyan kell megértenem, és értelmeznem a szentírást. Az egész életem átalakult. Tudtam, hogy mi voltam, és merre tartok. És tudtam, hogy hogyan változtatta meg az életemet, és alakított át mindent. Ugyanez megtörténhet bárkivel. A Biblia azt mondja az Abcsel 10.34-ben, hogy ő nem személyválogató, amit megtesz az egyikért, azt fogja tenni a másikért is ugyanazon körülmények között. Még akkor is megteszi érted szükség esetén, ha soha senkiért nem tette még meg eddig. Talán manapság alacsony elvárásaid vannak az életben, és talán már mindenki lemondott rólad. Ez megtörténhetett otthon, az iskoládban, a munkahelyeden, vagy a társaid között. Meg lehet, hogy most küzdelmek között vagy, és így gondolkozol. Hogyan válhatok jobbá? Van-e még remény számomra? Igen, van Krisztusban. Nem kell küzdened többé, hogyha megkaptad a Szent Szellemet, ismert fel az ő jelenlétét magadban. Tanulj meg közösségben lenni vele, az ige és az imádság által. Higgy abban, hogy képes sikere vinni téged, és arra késztet, hogy sikere, és arra késztet, hogy beteljesít az ő akaratát az életedben. Használd ki az ő dicsőséges szolgálatát a te életedben, imádkozz nyelveken, szüntelen kövesd az ő útmutatásait, és mindenben sikeres leszel. Tudod, az alapigénk, ugye megint János 14-16-17, azt mondja, hogy a Szent Szellem veletek marad, és bennetek marad ő majd bennetek fog maradni. Tehát néha lehet nem érzed Istennek a jelenlétét, de semmi baj nincs vele. Attól ő benned van, és köztünk van. Ez nem vált, az érzéseink nem változtatnak az igazságon. Jézus megígérte nekünk, hogy bennünk marad a Szent Szellem. Ezért nem kell kérni, tudjátok, vannak a régi énekek, jöjj, szellem jöjj, jöjj a négy felől. És ez nem igei. Miért jöjjön, ha Istennek a teljessége bennem van? Miért jöjjön a Szent Szellem, miért várom a Szent Szellemet, hogyha azt mondta nekem Jézus, hogy Ő velem marad és bennem marad a világ végezetéig? Miért kérem, hogyha bennem van? Nem baj, ha nem érzem. Volt olyan megtapasztalásom, ugye dicséretet vezetek a gyülekezetben, és képzeljétek el egy konferencián, imádtuk az Urat, és nem éreztem Isten jelenlétét, de képzeld el, hogy mindenki szinten le volt borulva és sírt Istennek a jelenlététől, és én mégsem éreztem. De tudod, úgy megyek előre a dicséretben is, és az életben is, teljesen mindegy, hogy érzem vagy nem, ez nem változtat az igazságon, hogy bennem van. Teljesen mindegy, hogy érzem az ő megnyilvánuló jelenlétét, vagy nem. Jó, ha érzem, az a legjobb, persze, de az nem változtat az igazságon, hogy ő ugyanott van egy dicséret alatt, és ugyanúgy bennem van, akkor is, ha érzem, akkor is, ha nem. Ezért mondja az ige, hogy akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten érett korú fiai hűosz fiai, a hűoszok azok, akik birtokba tudják venni az örökséget. Ha te érett kereszténységre akarsz jutni, akkor nem szabad, hogy az érzékszerveit vezessenek, hanem a szellemet kell, hogy vezessen. Catherine Kulman látott egyszer egy álmot. Jézus oda ment egy személyhez, és megölelte. Jézus oda ment egy másik személyhez, és azzal kezet fogott. Jézus oda egy harmadik személyhez, arra meg csak rámosolygott. Catherine Kulman kérdezze az úrtól. Uram, mutasd meg nekem, hogy milyennek az álomnak az értelme. Jézus miért bánt ezzel a három személlyel különböző módon? Isten azt mondta neki. Az elsőnek vigasztalásra volt szüksége, a másodiknak bátorításra, a harmadik már erős volt. Tudod, az erőseknek nincs szüksége arra, hogy Isten megnyilvánuló jelenlétét érezzék, mert tudják, hogy velük van és bennük van. Persze az a legjobb, hogyha érezzük, de az érzékszerveink ne irányítsanak minket, mert hitáltal megyünk előre, nem pedig az érzéseink által. A hit, a reménylet dolgok valósága, és a nem látható, nem érezhető, nem tapintható, nem tapasztalható dolgokról való meggyőződés. Ha pedig érezzük, ahhoz nem kell hit. Ahhoz kell hit, amit nem látunk, nem tapasztalunk, nem érzékeljük, és mégis tudjuk. Meggyőződésünk van róla, hogy létezik. Akár érzem Isten jelenlétét, akár nem, ő velem marad, és bennem marad, még Jézus vissza nem jön. És legyen ilyen kapcsolatod a Szent Szelemmel, mint Kriszpásztornak volt. Mondjátok utánam az imádságot. Ó, Uram! Milyen kegyelmes és kedves vagy! Te vagy az én külsziklám és üdvösségem. Az egyetlen, akiben teljes mértékben megbízom. Mindent szépé teszel, és rendkívüli képességet biztosítottál a számomra. A gondolkozásban és abban, hogy elképzeljem és lássam a végtelen lehetőségeket. Szépséget és kiválóságot hozok elő magamból, a te szellemedben, rejlő erő által, Amelyben bennem lakozik, Jézus nevében. Amen. Legyen még közösséged a Szent Szellemmel. Legyen ő a legjobb barátod, legyen ő a támaszod, a végasztalód, a védőügyvéded, a tanácsadód. Nagyon örülök, hogy velem tartottál. Gyönyörű áldott napot kívánok neked. Isten áldjon meg téged. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!